Felkerült a szúnyoggyérítésre figyelmeztető neontábla a terepjáró tetejére, majd a sárga villogó is. Lemehetünk innen is. Végül rövid egyeztetés következett, hogy a szakemberek miként osszák fel egymás között Szekszárd utcáit, majd indultak is az idei első földi szúnyoggyérítésre hétfőn este. A Szekszárdon használt szer az emberekre, az állatokra és a növényekre veszélytelen. Az apró cseppekre porlasztott, majd nagy nyomással szétszólt permet viszont erős szagú. Ezért érdemes becsukni az ablakokat és bevinni a szabad téren teregetett ruhákat, amikor már távolról hallható a szerkezet. A megyei jogú városban a tervek szerint az országos program részeként idén 3 gyérítés lesz, de ha szükséges, az önkormányzat újat rendel majd a nagyjából 1000 hektárnyi területre. Annak érdekében viszont, hogy a vérszívók száma ne harapodzon el, a helyi is sokat tehetnek. Az esővíztárolóknak a takarása, gyakorlatilag ne tudjanak petét rakni a szúnyogok, és akkor minden olyan víztározó vagy olyan valami, ami vízzel kapcsolatos, annak a megfelelő kezelése, fedése megtörténik, ezzel is tudunk segíteni. Hétfőn Szekszárd mellett Tolna megye több településén összesen 19 városban és faluban gyérítették földi módszerrel a szúnyogokat. Szerdáig pedig biztosan folytatódik a munka az országnak ezen a részén, mondja a gyérítést irányító katasztrófavédelem Tolna megyei szóvivője. Nagyságrendileg úgy kell elképzelni, hogy egy hektárnyi területen körülbelül ilyen fél kilogramnyi ez a szer, ami gyakorlatilag így majd szétbomlik, oly mértékben, hogy ez gyakorlatilag 2 órával a területlejutatást követően már teljes mértékben semlegesítve lesz. Ha az időjárás nem szól közbe, akkor a hét második feléig Tolna megyében közel 5800 hektárnyi területen végeznek szúnyoggyérítést a szakemberek.